kedves nézőnknek! Önök a Játék határok nélkül 1997-es versenysorozatának első adását látják Budapestről. A mai és a következő 9 adáshoz is nagyon jó szórakozást kívánok! Az elmúlt évhez képest 2 csapattal bővült a sor. Így tehát köszöntsük nagy-nagy szeretettel a 8 ország csapattagjait és műsorvezetőit is! Svájc csapata Vedeggióból érkezett, a műsorvezető Katerina Ruggieri. Franciaország városa Lyon, a műsorvezetők Olivier Min és Jean Riffel. Görögország városa Tinos, a műsorvezető Daphne Bokota. Magyarország városa Gyöngyös és műsorvezető társa Gundel Takács Gábor. Olaszország Castel Goffredo-ból állított ki csapatot műsorvezetőjük Mária Teresa Ruta. Hollandia városa Marsen, műsorvezető Jack van Helder. A csapata Aveiro-ból érkezett Anna Ducardo a műsorvezetőjük. A 9. csapat Szlovéniából Laskóból érkezett Eva Longika a műsorvezetőjük. Most pedig köszöntsük a nemzetközi bírókat Döné Pötyővel az élet. Meg a házigazda Magyarországgal. Az első játék bizonyítja, hogy az emberiség legjelentősebb találmánya a kerék. A mi játékunk azonban határtalan, így a kereket, a kört négyszögesítettük. Az itt látható úthengereket hasábkerekekkel láttuk el. No persze nem csak ennyi nehézség van ebben a játékban, hiszen itt az úton jó nagy kátyúk láthatók. Azon csak úgy tud áthaladni az úthenger, ha előző pályaelemekkel pótoltuk azt. Szeretne élni valamelyik csapat mindjárt az első játékban a Joker lehetőségével? Igen, Svájc és Görögország.
Az első játék első fordulójában a svájciak, a franciák, a görögök és a miénk vesznek részt. A miénknél Kecskés Barbara és Ferenc Andrea vezetik az úthengert. Kecskés Barbara úszóként kezdte, aztán inkább a szárazföldet, azaz a kézilabdát választotta, ma mégis úszóedző, testnevelési főiskolás és triatlonista. Ferenc Andrea 8 év szertorna, majd néhány év aeróbik után a testnevelés biológia szakot választotta. Akik építik előttük az utat, Ali Csaba, úszott kézlabdázatos vállalkozóként sem tud elszakadni a sporttól. A testnevelési főiskola sportmenedzser szakára jár, és a Revicki Tamással egyetemben helyezi be az újabb útó darabkát. Tamás atléta, magas és távolugrásban is jeleskedett, és testnevelés szakos főiskolás Egerben. Hát látható a játék, az úthenger, az út kocka megy előre, és gördül ezen a hepehupás úton, úgyhogy ha Magyarországon a hepehupás utat látnak, akkor tudják, hogy azt ilyen úthengerrel készítették. A fiúk pedig viszik előre az elemeket, és nagyon együtt vagy a négy úthenger, most a mélynél kicsit meg kellett állni, mert hiányzott egy útelem. Úgy látom, hogy a görögök eléggé elől vannak, most a franciák torpantak meg, és talán még a svájciakra kéne figyelni. Na gyerünk, most egy nagy finish, lányok! Azt hiszem, hogy igen, még egy elemet kell hozni, és mintha mi lennénk elől, és talán a svájciak egy picivel előrébb, de nekünk most már bent van az utolsó elem, és most már csak a lányoknak be kell érkezni, és ebben a pillanatban, megnyerjük az első futamot. Tehát ez elég jó kezdés volt. Kecskés Barbara, Ferenc Andrea, Ali Csaba és Revicki Tamás hihetetlenül jól építenek hepehupás utat. A franciák még mindig dolgoznak, a görögök és a svájciak megérkeztek, és most a franciák is. Vége tehát az első futamnak az első játékban, és azért is érdekes mindez, mert ugye a svájciak és a görögök jokereztek, de megvertük a svájciakat és a görögöket, de bizonyára tudják, a joker azt jelenti, hogy az abban a játékban szerzett pontok megduplázódnak, és az biztos, hogy a svájciak és a görögök már nem nyerhetik ezt a játékot, hiszen mi megelőztük őket. Nézzük az első fordulót, a görögök úthengere. Túlzás azt mondani, hogy vágtázik keresztül az országúton, ezért halad előre, és jó látni, hogy a miénkat mögöttük bizony már ekkor is előrébb jártak. Egy hangyányival, a végén pedig már kifejezetten sokkal. Szóval jól kezdődött ez a játék. Nézzük a pontos adatokat. A svájciak 1 perc 24, franciák 1.34, nekünk 1 perc 19 másodperc kellett mindösszesen. Ez az az idő, amit figyelnünk kell majd a többi csapatnál, hogy ők vajon elébünk tudnak-e kerülni. Most pedig induljon a második futam olasz, holland, portugál és szlovén csapatokkal. Döni? A második futamban az olaszok, a hollandok, a portugálok és a szlovének, itt éppen a portugál egység érkezik a maga úthengeréhez. Két új ország van, Franciaország és Hollandia. Franciák világos kékben versenyeznek, a hollandok pedig narancssárgában, még azért elég sokszor el fogom mondani, hiszen változnak a színek a többi csapatnál is. A szlovének lilában versenyeznek, az olaszok fehérben, a hollandok narancssárgában, a portugálok viszont a megszokott zöldben. Opa, egy kicsit előre ment az olasz úthenger, és így nem tudták beilleszteni az elemet. Most mehetnek tovább. A hollandok szemmel láthatóan a legelőrébb járnak, de az úthenger gyorsabb, mint az útépítő munkások. Leleményes szerkezet egy ilyen szögletes úthenger, csak meg kell találni a megfelelő útviszonyokat. A portugálok haladnak előre, akik mindig nagy ellenfeleink voltak, itt pedig az olaszok. A két hölgy vezeti az úthengert, és az urak építik az utat. Döni, a belga főbíró hátrál ki a képből. Kicsit döcögős ez az olasz úthenger, most meg kellett egy picit tolni. A hollandok pedig elakadtak, mióta utoljára láttuk őket, azért még mindig előrébb vannak, az olaszok vannak talán a leghátul, és az én órámon most már több mint egy perce versenyeznek, aligha fognak 1 perc 19 másodperc alatt megérkezni, és ez azt jelenti, hogy rögtön az idei sorozat első játékának, első adásának első játékát meg tudjuk nyerni. Hát az én órámon ebben a pillanatban 1 perc 19 másodperc van, a szlovéneket kell nézni, akik most megérkeztek. Szerintem egy kicsit később, mint mi, majd meglátjuk a bírókat, ők a hitelesek, a portugálok, a másodikok, a hollandok végül is csak a harmadik helyre érkeznek, és a leghátul most érkezik meg az olasz úthenger. No, hát én izgatottan várom a bírók ítéletét, azt hiszem, hogy ezt megnyertük rögtön az elején, és ez nagyon nem baj. Most nézzük, hogy hogy dolgoztak a portugálok, és aztán majd rövidesen meglátjuk, hogy hány másodperc alatt teljesítették. Igazából a szlovénekre kell figyelni, na lássuk, az olaszok 1 perc 35, a hollandok 1.33, a portugálok 1.25, a szlovének 1.22, ami azt jelenti, hogy 3 másodperccel
megnyerte a magyar csapat az első játékot, és ezért rögtön 8 ponttal leszünk majd gazdagabbak. Hát ez valóban elég jó kezdet az idei sorozatban. Lássuk mindezt a grafikus ábrázolásban is. Tehát a miénk 8 pontot kapnak, a szlovének 7-et, a svájciak a Jokerrel együtt is csak 12-t, a portugálok 5-öt, a görögök 4-et, a Joker miatt 8-at, a hollandok 3-at, a franciák 2-t, az olaszok 1-et, tehát a két új csapat, a holland és a francia nem kezdett túl jól, de lesznek ők azért még jobbak is. Ugyanez az összesített táblázaton, a svájciak vezetnek a 12 pontjukkal, a Jokerükkel, a görögök velünk holt versenyben a második helyen, de ugyebár nekik már van Jokerük. Most pedig a Magyar Város gyöngyös bemutatkozó filmje következik. Gyöngyös Magyarország legmagasabb hegysége, a Mátra fővárosa. Az erdő borította hegyek máig megőrizték a hagyományos növényzetet és állatvilágot. A táj szépsége és a város sajátos mikroklímája miatt igazi turista paradicsom télen és nyáron egyaránt. A városhoz tartozik az ország legmagasabb pontja, a Kékes hegycsúcs is. A közel 40 ezres város ma is gazdag látnivalókban és műemlékekben. Rendszeresen megrendezik a Gyöngy Néptáncfesztivált, amely a műfaj egyik legrangosabb nemzetközi seregszemléje. A Mátra déli lejtőin található az ország egyik legnagyobb borvidéke. Az itt készült borok világszerte ismertek. A második játékot a svájci kollégina Katerina mutatja be. Azt mondja, hogy mielőtt elindultam otthonról Budapestre, azt mondja, az egyik barátom sejtelmesen, Budapesten biztosan megtalálod a te elragadó hercegedet. Nos, mint mondja Katerina, egyelőre csak békákat találtam. Ezek a békák azonban biztosan nem hercegek, ők a második játék főszereplői. Hát egy könnyű légykapó verseny következik majd. Béka módra csapatonként két-két béka szerepel, és a medence fölött körző legyecskéket kell elkapni csapatonként. Négyet-négyet. Vajon ebben a játékban jokerezik-e valaki? Igen, a hollandok, a portugálok és a szlovének is, azaz elég sok csapat rögtön az elején kihasználja a jokerét, tehát a portugálok, a szlovének és a hollandok. Az első fordulóban a franciák, az olaszok, a portugálok és a görögök fognak legyet kapdosni. Kicsit nehéz lesz követni abban a szempontból a játékot, ugye csak zöld béka létezik, világos kék vagy halványlila, egészen biztosan nem, de a mellükön lévő feliratból azért majd látszik, hogy melyik csapatról van szó. Jönni rendezi a békákat, és kezdődhet az első futam. És úgy látom, hogy egy légy megvan a franciáknak, egy az olaszoknak. Hát a béka sapkák egy kicsit lekonyulnak, de vízzel, de itt egy francia légy, egy francia béka kezében. Na ilyen, innentől nehéz a játék, mert ez a béka jelmez megszívja magát vízzel, és innentől ezzel nehéz súlyú békákkal állunk szemben. És bizony, mint látható, nem egyszerű elkapni ezeket a legyeket. Milyen természetesen majd a második fordulóban kerülnek sorra. Továbbra is 3-4 a franciáknak és az olaszoknak, 4 a görögöknek és a portugáloknak. Azoknak a portugáloknak, akik jokereztek ebben a játékban. Lehet, hogy ők is rosszul döntöttek. Még mindig 3-4 a franciáknak és az olaszoknak, 4 a portugáloknak és a görögöknek. Hát úgy néz ki, hogy vagy elsőre szedték le a legyet, vagy utána már nagyon-nagyon nehéz lesz, mert a... Hát igen. Béka fogyás, szauna nélkül, na nézzük azt a francia békát, hát ez bizony túlságosan kisívű volt. Na most egyet a portugálok el tudtak csípni, természetesen holtverseny esetén, egy légy esetén az dönt, hogy ki szerezte meg hamarabb a maga első legét. A görögöknek még mindig nincs a portugál, nem, bocsánat, az olaszoknak viszont megvan a második is. Ez is jó, pofozni is lehet a legyet, a portugáloknak is meglett a második. Remélem, bogár szakértők most nem fognak szőrös szívek lenni velem, hogy ez nem pontosan légy, lehet, hogy valami másfajta állatról van szó, de maradjuk a légynél. 2 az olaszoknak és a portugáloknak, 3 a franciáknak és 3 a görögöknek. Időközben egyébként 2 percig van a békáknak, hogy beröbdösség az egész légteret. Két fiatal ember egymás váltva, nézzük. Szép, megvolt az olaszoknak, és megvan egy a franciáknak is. Az olaszoknak egy maradt, a franciáknak 2, a portugáloknak is megvan a harmadik. És megszólal Denis sípja. Hát végül a görögök is le tudtak egyet pecázni a légtérből,
De ez bizony nem könnyű játék, azt kell, hogy mondjam. Nem könnyű békának lenni ilyen vészterhes időkben. Most aztán a bírák majd eldöntik, hogy ki mikor csípte el a maga legyét, és aztán felállítják a sorrendet. Ilyet ritkán látni, úgyhogy ezt érdemes lassításban is megnézni. Görög béka. Hát igen, ez a kérem oktató film. Önök is így csinálják. A franciáknak egy békájuk van, az olaszoknak kettő, a portugáloknak is, a görögöknek egy. Az olaszok két legye hamarabb van meg, mint a portugáloké, és ebből a szempontból a franciák is megelőzik a görögöket. De ez azt jelenti, hogy az olaszok harmadik legyet valószínűleg szabálytalan körülmények között érték el, és ezért ezt elvették tőlük a bírák. Magyarán szólva, ha a miénknek sikerül a harmadik legyet is lekapni a levegőből, akkor ismét nyerhetünk esetleg ebben a játékban. A második fordulóban a szlovének, a svájciak, a hollandok mellett a miénk szerepelnek. Nálunk Pál Szabolcs és Veres András a két béka, és rögtön megvan az első, és nincs meg a második. Éppen nagyon jó a sorsolás a mi szempontunkból, hiszen Pál Szabolcs 10 évig úszott, most triatlonozik, Veres András is úszott 10 évig, aztán 5 évig búvár úszott, ma már edző. Negyed magával egyébként Guinness rekorder 100 órás úszásban, négyen váltva úsztak összesen 100 órát. Szóval az első légy nagyon gyorsan megvan, és most már azért oppá, megvan a második is. Jól van Szabolcs, jól van András, én nem tudom megállapni, hogy melyik béka melyik. És megvan egyébként a szlovéneknek, és megvan a svájciaknak is. A szlovéneknek leesett a harmadik is, ők egyelőre megelőznek minket. A hollandoknak egyelőre egy legyük van, nekünk még kettő. Most megvan a svájciaknak is a harmadik, tehát a szlovének és a svájciak pillanatilag előttünk vannak. Jó volna még egyet leszedni, és akkor az első háromban lehetünk. Sikerült megütni a legyet, de nem jött le föntről. Még mindig van egy légy a szlovének előtt és egy a svájciak előtt. Kettő nálunk, három a hollandoknál. Egy szlovén kísérlet, egy svájci kísérlet sikertelen. És most a hollandoknak is megvan a második légy, van még egy kis idő. Talán be tudunk gyűjteni még egy legyet mi is. Na gyerünk gyorsan, nem könnyű kimászni sem a vízből. Nagy ugrás, csak meg paskolni sikerül a légy potrohát. Nekifutás. Megütni, oppá, jóval leszédült, megvan a harmadik. Ebben a pillanatban a szlovének leszették a negyediket is, és ezzel biztos, hogy megnyerik ezt a játékot. A svájciaknak nincs meg a negyedik, de nekünk is megvan a három, és ez nagyon jó. A hollandoknak is megvan a három, de már utánunk, hát ha jól számoltam, és minden szabályos körülmények között történt, akkor ebben a játékban harmadikok a magyar békák. A szlovén béka gyönyörű első legyen, és ott a háttérben látszik, hogy a miénknek is megvolt rögtön az első légy. Most majd a holt versenyt is el kell dönteni. Na nézzük csak a szlovéneknek, tehát megvan a... Hoppá, a szlovéneknek csak három, a svájciaknak is nekünk kettő, a hollandoknak pedig kettő, de a holt versenyesek közül mi vagyunk a leggyorsabbak, és ez azt jelenti, kérem szépen, hogy harmadikok vagyunk ebben a játékban, a szlovének, illetőleg a svájciak mögött. Lássuk ezt másfajta ábrán is. A szlovének tehát 8 pontot adnak, a Jokerrel együtt 16-ot, nagyon jól jokereztek, a svájciaknak 7 pont, nekünk 6, az olaszoknak 5, a portugálok és a hollandok nagyon rosszul jokereztek, csak 4, illetőleg 3 pontot dupláztak meg, a franciáknak 2 pont jár, a görögöknek pedig 1. A szlovének tehát nagyon jól elcsípték ezt a jokert, és ezzel az érre is kerülnek 23 ponttal. Vedecsőnak 19 pontja van, Gyöngyös Joker nélkül is megelőzi Aveirut, Tinost és Marcent. Castel Goffredo 6 ponttal, a 7. Lyon pedig 4 pontjával egyelőre a 8. helyen áll. Továbbra is jól alakulnak a dolgok a gyöngyösiek számára. A következő kis utazás, a következő kis képeslap Svájcba visz bennünket. Akik a természetbe vágynak, számos kikapcsolódási lehetőséget találnak Vedeggioban egy hosszú vakációra, vagy akár a rövidebb, aktív pihenésre.
Érdemes kirándulást tenni a közeli hegyekben, a tó körül, vagy a gazdag történelmi és művészeti hagyományokkal büszkélkedő falvakban. A kulturális, sportolási és szórakozási lehetőségek gazdag kínálatával várjuk vendégeinket ebben az elbűvölő környezetben. A harmadik játékot a francia kolléga Olivier mutatja be, őt most láthatják először a magyar televízióban. Ő azt kérdezi, hogy ki az, aki még sohasem álmodott arról, hogy a kezében tartja a glóbuszt, mint ahogy Charlie Chaplin a Diktátor című filmben. A most következő játékban mindez valóra válik, és persze a komoly dolgokról van szó, akkor egyből a bohócok kerülnek előtérbe, ezúttal a hosszú karú nagykezű bohócok. A földgömböt, és nem is egy, hanem öt földgömböt kell egymásnak adogatnia, három bohócnak akadályokon keresztül, és eljutatni a pálya, az akadálypálya egyik végéből a másik végébe. Van egy Joker kérdezi Olivier, és talán nem véletlen, hogy ebben a játékban nincs, mert ez egy meglehetősen nehéz játék, és bizony komoly szerepe van a szerencsének. És tehát öt földgömb, és középen még egy kis piros napocska, amit egymásnak kell átadogatni ezekkel a hosszú-hosszú karokkal a rút fölött, és közben a középső bohócnak még egy libikókán is végig kell mennie. Az első fordulóban a görögök, a hollandok, a franciák és a portugálok adogatják a földet. A portugálok rögtön elejtették az első, és ez elveszettnek tekintendő. Ez bizony egy óvatos játék, a franciák első földgömbje. Ők ideológiai kérdésekben mindig erősek voltak, filozófiai kérdésekben mindig erősek voltak. Úgy tűnik földgömb adogatásban is azok, a hollandok is vajpuhán lehelyezik az első földgömböt. És megvan a portugáloknak is, csak hát ők egyet már elveszítettek. A görögök bajlódnak egy kicsit. Elejtették a portugálok a napocskát is, úgyhogy most már az is elveszett a számukra, talán egy kicsit kapkodnak. A görögöknek pedig szép lassan megérkezik az első, a hollandoknak narancssárgában, mint látható, megérkezik a második, még bele is kell oda helyezni, és ez meg is van. Tehát a hollandoknak meg van a második, ők vezetnek pillanatnyilag, erre a játékra is 2 perc van. Portugálok a második földgömbje, és ezzel ők a második helyen állnak, csak hát, ha többiek megelőzhetik őket. Ez a hatalmas kar, a görög kar, és a második görög földgömb, ez is megérkezett. Valóban úgy bánnak a földgömbbel, mint egy hímes tojással. Ott látható most a nagy képen, hogy középen még egy pallon is végig kell egyensúlyozni, a hollandok. És elveszett, ez elveszett, és lejárt a 2 perc. Hát ez nagyon nehéz játék, mint ebből is kiderült, hiszen 2 volt a legtöbb, amit sikerült átvinni, méghozzá a görögöknek, a hollandoknak és a portugáloknak. Ez bizony nehéz játék volt, és nem bánták volna a játékosok, hogyha ilyen gyorsan tudják csinálni. De ezt nem lehetett ilyen gyorsan csinálni, lássuk az eredményt. Görögöknek 2, hollandoknak 2, franciáknak 1, portugáloknak 3, tehát az utolsó pillanatban be tudták helyezni a harmadikat. A hollandok ideje jobb, tehát megelőzik a görögöket. A franciáknak pedig most sem ment igazán. Így aztán Olivier mosolya, aligha teljesen őszinte, de azért még bízik, hiszen ez még csak a harmadik játék. A második fordulóban ott lesznek a mieink is, a svájciak, a szlovének és az olaszok társaságában. Sinkó beállt a magyar csapatban, majd mindenféle sportot kipróbált már, ám még mindig nem találta meg az igazit, de talán nem is bánja, így jobban érzi magát. Német testnevelés szakra felvételizik. Ali Csaba és Revicki Tamás a partnerei. Ők már játszottak az úthengeres játékban, Ali Csaba van középen, Revicki Tamás pedig, aki útjára indítja a földgömböt.
És beállt a nagyon óvatosan behelyezi az első magyar földgömböt, ezzel megelőztük a svájciakat, viszont a nagy rivális szlovéneknek már megvan kettő. Az olaszoknak is érkezik a második, de nekünk is érkezik a második, és egyelőre a szlovének mögött a második helyen állunk ebben a futamban, a szlovéneknek megvan a harmadik. Úgy látszik, hogy ezen az estén ők lesznek a legnagyobb ellenfeleink, legalábbis egyelőre, így áll a helyzet. Jön a harmadik magyar földgömb. Jön a harmadik magyar földgömb, a szlovéneknek megvan a negyedik. Az olaszok közben elveszítettek egyet. Szépen óvatosan, a szlovének nagyon jól csinálják. Nekik már jön az ötödik, és már csak a nap van hátra. A szlovéneknek megvan az ötödik, azt elég nehéz lesz behelyezni. Egyébként szegény olaszoknak közben kipattan a maguk földgömbje. Nekünk megvan a négy, és érkezik az ötödik is. Na, gyerünk egy jó hajrával, a szlovének nem tudják befejezni, mert a napot ők is elveszítették, a piros gömböt. És hogyha nekünk időben meg lenne a piros gömb, akkor meg tudnánk őket előzni, hiszen a szlovének kénytelenek voltak abba hagyni a játékot, mert elvesztették a gömböt, és nekünk ott van a piros, és most nem kéne még, hogy Döni 10 másodpercig belefújjon a sípjába, mert akkor nem baj, Beát, ez nagyon nehéz egyébként, mert a piros gömb sokkal kisebb, mint a földgömbök, és ezt nagyon nehéz berakni, a szlovének sem tudták, de... Ebben a pillanatban megszólal Döni sípja, és ez azt jelenti, hogy ebben a játékban is nagyon jól játszottunk. Magán számításaim szerint a másodikok vagyunk a szlovének mögött. Az olasz csapat a nappal, a szegény nap leesett. A napot senki sem tudta betenni. Ez túl picike volt ezekben a hatalmas tenyerekben. A svájciaknak 4 gömb, a szlovéneknek 5, az olaszoknak 1, és nekünk is 5. Csak a szlovének 17 másodperccel hamarabb teljesítették az ötöt, és bizony ebben a játékban is, az első háromban vagyunk, itt most a második helyen 7 pontot kapunk, ebben a játékban senki sem jokerezett, senki sem duplázza meg a pontjait, mi 7 pontot kapunk, és aztán a további sorrend a képernyőn. Összesítésben ez azt jelenti, hogy továbbra is változatlanul joker nélkül ott vagyunk az élmezőnyben, a harmadik helyen állunk 21 ponttal, Laskó a szlovének 31 ponttal vezetnek, Vedegye a második, két nehéz ellenfél. A franciák továbbra is a 8. helyen egyelőre csak 5 pontot szereztek 3 játékban. Olivier kénytelen ezt konstatálni, és ha nem is a földgömböt, de a francia versenyzőváros Lyont mutatjuk be az elkövetkezendő fél percben. Lyon a római birodalom idején a gallok fővárosa. Később Jacquardnak, a szövőszék kifejlesztőjének, valamint a filmgyártást feltaláló Lumière fivéreknek a szülőföldje. A város egyszerre ápolja 2000 éves történelmét, miközben folyamatosan megújul. A mediterrán és az észak-európai országok között fekvő Lyon, mely egyben Dél-Kelet-Európa kapuja, ma is teljes pompájában virágzik. Egyetemei, főiskolái és kutatóközpontjai révén a város kitűnően kamatoztatja szellemi tőkéjét, országos hírű operaháza és zenekara pedig kulturális hagyományait viszi tovább. Lyon 1998-ban a labdarúgó világkupa rendezője lesz. A föld után pedig a hold következik, és erről már a görög műsorvezető hölgy Daphné beszélő jó ismerősök lehet. Régóta az emberiség történelmében holdnak mindig mágikus jelentése volt, nem hagyta nyugodni a kíváncsiakat, de igyekeztünk kifürkészni a titkait, erről beszélő, és tulajdonképpen annyiféle hold van, a romantikusok holdja, a szerelmesek holdja, a mágia holdja, a felfedezők holdja, és a hold még ki tudja, hogy hány titkot rejteget. A most következő játékban a felfedező jelleg domborodik ki, azaz ki tudja előbb kitűzni a maga zászlaját a holdra. Ez egy érdekes játék lesz, 4 forduló, úgynevezett ausztrál jellegű játék. A holdon 7 zászlónak van hely, és ugye 8 csapat verseng, ami azt jelenti, hogy a 8. csapat kiesik. A harmadik fordulóban már csak 6 zászlónak lesz hely, újabb csapat kiesik, így aztán a harmadik fordulóban is egy csapat kiesik. A 4. fordulóban pedig már a zászló kitűzésének a sorrendje dönti el,
a végső sorrendet, és úgy látom, hogy csak az olaszok jokereznek ebben a játékban, tehát ők is kihasználják a jokerüket, a mieink pedig még mindig várnak ezzel a lehetőséggel, vagy melyik játékban élnek majd a jokerrel. Na nézzük az első fordulót, Székely Andrea, a magyar versenyző ebben a játékban mutatkozik be, itt látható a szélen sárga űrhajós ruhában és sárga zászlóval, 12 éve az úszoda a második otthona, 5 éve búvárúszó is tagja volt a 100 órás úszásban, Guinness rekordot nyert csapatnak, és ott van már a hold előtt, elég nehéz fölmászni egyébként, jól van? Andreának megvan, ez itt a lényeg, ugye az első három fordulóban nem a sorrend a fontos, csak az, hogy ne legyen utolsó az ember gyereke, és hát úgy látom, hogy szegény francia vagy a görög űrhajós, hogy alig tud fölmászni, nem most már legalább fölmászott, a holland pedig meg se próbálja, hogy fölmászon, visszafordul, még csak hold körüli pályára sem tudott állni. Maradt 7 versenyző, de csak 6 hely az ászlóknak. Itt van Andrea, és nagyon jól mászik föl, nem tudom, a búvárúszok biztos jól másznak föl, mert a görög, a svájci és még egy versenyző, a szlovén nagyon nehezen tud fölmászni, jól van, Andrea az ászlaja bent van, és ez a lényeg, itt a francia, a görög, most aztán nagy harc folyik az ászló helyre, a görög kislánynak megvan, és visszafordul. Ha jól látom, ez a svájciak pirosa, és nem a szlovének lilája. Igen, tehát a svájciak nem jutottak föl a holdra. No, most azt mondják a svájci kislányok, hogy Uzsgyi menjen, mert egy hely még van egy zászlónak, de akkor melyik csapat esett ki vajon? A szlovén kislányt látom föl alá sétálni. Hát valószínűleg eltévesztették ezt a dolgot. Nem tudom, hogy a szlovén hölgy miért nem rohamozta meg a holdat. Minden esetre a szlovének esnek ki. Andrea eddig nagyon-nagyon jól versenyzett, nagyon jól gyorsan mászott föl oda a kis pódiumra, ahol bizony, hát úgy, oppá, most is fönt van. Most is fönt van, csak most helyezkedni kell, nem kell helyezkedni, ott van az ászlog, egyébként most ez egy csillagászati csoda, az ellentétes irányba forog a hold, hogy a pálya előnyöket kiegyenlítsék. Ilyen is van, a játék határok nélkül már ilyen is van, megint a svájci hölgy, és megint ki tudja tűzni gyakorlatilag ingyen azért, mert azt hiszem a görög kislány nem tud fölmászni ide. Andrea Farkas Bertal a méltó utóda. 5 űrhajós maradt, és a zászló kitűzése meg a sorrendje, a verseny végső sorrendje az első helyen. Andrea megint nagyon jól mászik föl, nagyon jól kihasználja, hogy rugózik az emelvény, és elsőnek tűzi ki, érzésem szerint egy picivel hamarabb, mint az olasz űrhajós, de legrosszabb esetben is másodikok vagyunk. A svájci a harmadik, a portugál, igen, látják, ott egy kis bumburka, és aztán érkeznek a franciák. Ó, de leleményes volt a francia kislány, szegény portugál. Már-már úgy érezte, hogy Portugália megérkezett a holdra, csak a francia, hogy ott termett, szegény, csóválja is a fejét. Hát ez nagy zicser volt, amit kihagyott. Ami viszont a legfontosabb, hogy érzésem szerint Székely Andrea révén megnyertük megint ezt a játékot, akár merre forog a hold, Székely Andrea minden irányból remekül közelíti meg. A hold elfoglalás, és itt az a pillanat, amikor ott termett a francia űrhajós a lány, és puff, megelőzte szegény kis portugált, és ott jön le a magyar zászló. A győztes zászlaja, meggyőződésem szerint a portugálok így ötödikek, a franciák negyedikek, a svájciak másodikak, a svájciak harmadikak, az olaszok a másodikak, és kérem szépen, mi nyertük a negyedik játékot is, és 4 játékból 2 megnyertek a magyarok, ez bizony nagyon-nagyon jó teljesítmény, Magyarország 8 pontot kap, az olaszok 7-et, a svájciak 6-ot, és az olaszok jokereztek, pedig ez egy nehéz játék, sok szerepe van a szerencsének, mégis elvállalták, és jól tették, hiszen 7 pontot második helyet jokereztek meg, és az bizony jónak nevezhető, jó jokerezésnek nevezhető. A szlovének ezzel együtt vezetnek, a svájciak a másodikok, mi még mindig joker nélkül állunk, és joker nélkül csak 4 ponttal van kevesebbünk, mint a szlovéneknek. Az olaszok ezzel a jokerrel feljöttek a negyedik helyre, Aveiro, Tinos, Marsen a további sorrend. Már csak Gyöngyös és Lyon csapata nem használta ki a jokerét. Ha jól sikerül majd a miénknek jokerezni, bizony átvehetjük a vezetést. Daphne és a görögök számára tehát nem igazán sikerült ez a hold meghódító játék, de talán a következőben több szerencséjük lesz.
Ha már a Holdra nem jutottak el a görögök, nézzük, hogy hol laknak ők, honnan jöttek ők. Tinosz az Észak-Kikládi szigetek tagja az Égei tenger szívében. A görög államalapítás korára visszanyúló szobrászat nagy alkotóinak szülőhelyét méltán tartják a művészet és a civilizáció szigetének. Már az ókorból is ismert a város, mint a Déloszi szentély szomszédos szigete. Az 1715-ig tartó velencei, majd a török uralom alatt Tinoszban jelentős civilizáció fejlődött ki. Földje szinte terméketlen, de természeti szépsége és az eredeti égei építészetet reprezentáló falvai, a fehérre festett kis falusi templomok, a díszes galambdúcok és az eredeti népi kultúrán nevelkedett tinosziak mindenkit felfedezése csábítanak és rabul ejtenek. Ebben a játékban igen nagy szerepe van a szerencsének, mint ahogyan a szerelemben is. Minden erkélyen egy-egy csapat Júliája áll, lenn a kertben pedig két-két Rómeó küzd az ő kegyeiért. Amelyik csapat virága elsőként nő fel Júliáig, az a hágcsó hull legelőször a mélybe, amelyen Rómeó felmászhat az ő szíve választottjához, és végre egymáséi lehetnek. Kezdhetjük is, Döni! Egy nagy virágot kell fölépíteni, és az ebben a szerencse szerep ebben a játékban, hogy nem egyforma hosszúságú virágszárakból kell összerakni a virágot, hanem van a 10 centis virágszárak, van a 60 centisek és van a közepes virágszárak is. És aki előbb tudja olyan hosszúra építeni a maga virágszárát, hogy az elérje Júliához, az utána fölmászhat a maga kötél hátsóján. Ez egy egyfordulós játék, nevezetesen egyszerre játszik az összes csapat. A miénk rögtön itt a szélén, sárgában, tehát elég jól tudjuk őket követni. Két fűnök oda kell szaladni az erkély alá. Itt van a virág, itt még palánta korában, és ott egy virágszár. Nem tudják, tehát a versenyzők nem látják, hogy milyen hosszú virágszárat húznak ki. Tehát a szerencsének is szerepe van ugye ebben a játékban, de hát a szerelem és a szerencse, ezek együtt járnak. Itt nem kártyázásról van szó, szóval hozzá kell tegyem. Jól állnak mellettünk a portugálok is, jól állnak a franciák is, de nagyon jól állnak a mieink is, jó hosszú már a virágszár. A Júliák egyébként hát egy kicsit ki vannak kötözve az ajtók félfelé, hogy nehogy kizuhanjanak az erkélyről a virág és a szerelem utáni vágyukban. És amikor felérkezik majd a virág Júlia magasságába, akkor Júlia kihúzza a virágot, bedugja egy cserébe, elülteti egy cserébe, és akkor lehengeredik egy nagy kötélhágcsó. A portugálok elsőként elkapták a virágot, nem sokára miénk is meg lesz, íme itt van a virág, kötélhágcsó le, és portugál Rómeó föl. A magyar virág, na, megvan a magyar virág is, ha jól láttam, másodikként, kötélhágcsó le, az egyik Rómeónak elég fölmenni, a másik szegény, hát pekes, és hát van, aki csak kézzel mászik, nagy a lába begabajodjon. Rómeónak föl kell másznia, megnyomja egy gombot, és ez azt jelenti, hogy megint nagyon jól játszottak a magyarok, és a nagy vetélytársak közül többek között például a szlovéneket is megelőztük, mellettünk a svájci Rómeó. Érkezik, és ő is megnyomja a maga gombját, és aztán most már érkeznek a csapatok, itt a franciák, pont az olaszok maradnak le ebben a játékban. Verona óta nem gyakorolták, az biztos, azért hozzá kell tegyem. Érkezik a görög, érkezik a holland, a szlovéneket nem látom, ott bíbelődnek leghátul, és az olaszok is ott bíbelődnek hátul. Most megy fel a szlovén versenyző, és az olasz is mellette, pedig a hollandok. Nem tudom, miért aggódtak még, pedig úgy nézett ki, hogy beteljesült már a szerelem. Az olaszok és a szlovének is fönt vannak. Megelőztük nagy ellenfeleinket. A portugálok egyelőre mögöttünk vannak. Az összesítésben talán nem is baj, hogy csak ők előztek meg minket. Az ominózus virág, és egy egész utcányi Rómeó, és azok a bizonyos virágszárak, amik a szerencse és a szerelem forgandóságát jelképezték, és itt az a pillanat, amikor a mi Júliánk elérte a maga virágját. Az olaszok és a szlovének elég lassan csinálták. A franciák 2 percen belül, a portugálok 1 perc 14, és a svájciak 1.52, és mi 1.28, tehát 14 másodperccel voltunk csak lassabbak a portugáloknál, és ezzel a második helyen végzett a
magyar csapat, a franciáknak pedig végre valamelyes legalább sikerült egy játék. A miénk 7 pontot kapnak, a franciák a harmadik helyen végeztek, 6 pontot szereztek. Ezt a játékot egyébként nem lehet egy jokerezni, és ezzel a játékkal minden adásban találkozni fognak majd. Az összesítésben a svájciak és a miénk goldversenyben az élen, azzal, hogy a szlovének most rosszul szerepeltek, visszacsúsztak 35 ponttal a harmadik helyre, és ugye látják, hogy a miénk joker nélkül állnak goldversenyben az első helyen, és a franciák ugye ott vannak a 8. helyen, de azért kisebb a hátrányuk. Most pedig a Magyar Fesztivál Balett bemutatja Markó Iván koreográfiáját, a nap szereteit, Karl Orff, Carmina Burana című zenéjére. Magyarországtól Amerikán át egészen Kínáig már több százszor bemutatták. Tehát most fogadják szeretettel a Magyar Fesztivál Balettet. Oh!
Maria Teresa az olasz televíziótól is új ismerősünk, ettől a helyet idén ő az olasz televízió képviselője. A szüretről beszél, hisz a következő játék egy nagy össznépi szüret lesz, és a szüret és bor akkor Maria Terézának egyik kedvenc magyar írója, Krúdi Gyula jut az eszébe, akinél az étlap olyan, mint a szerelmes levél, és akinél étkekről és borról csak áhítattal lehet beszélni. Hát mindesetre megtiszteltető, hogy Maria Teresa abszolút tájékozott Krúdi Gyulával, és a szüretről van szó, akkor Krúdit idézi. A háttérben már látható a szőlős, hát ezúttal természetesen a szőlőszemek egy kicsit nagyobbak lesznek a szokásosnál, luftballonok, méghozzá vízzel töltött luftballonok lesznek a szőlőszemek. Az első fordulóban a hollandok, a görögök, a svájciak és a szlovének versengenek majd, és hát le kell szedni természetesen a szőlőt, kipukasztani a lufikat, a víz összegyűlik a kis emelvény aljában, egy hordóban, és akinek több víze, bora lesz, az nyeri ezt a játékot. A hollandok narancssárgában már is nekiállnak, ez egy emeletes szőlős egyébként, a fiúk fönt szüretelnek, a lányok alul, ami azért mókás a lányok szempontjából, mert teljesen vízesek lesznek a végére. A szlovének, akiknek most volt két gyengébb játékuk egymás után, megkérdeztem egyébként időközben a magyar bíró Hovorka Orsolyát, hogy mi volt a szlovén kislányjal a holdas versenyben, azt mondja, hogy megsértődött, mert elejtette a zászlaját, tehát ez az, amit nem szabad. Kiharapással is lehet szüretelni, derül ki. Ebben a játékban egyébként senki sem jokerezett. Ez is egy kicsit luté, kicsit szerencse kérdése. A görögök. Milyen majd a második fordulóban az olaszokkal, a portugálokkal és a franciákkal. Négy igen erős borban, igen erős nemzet mérje majd össze tudását szüret címén, itt a svájciak. 2 perc van erre a játékra. Ezen a képen jól látszik a szőlős, na meg a módszer. Ez már a taposási fázis. Mit taposási fázis? Préselési fázis. Kicsit lassan csinálják a svájciak. Van szőlő bőven a görögöknek is. Körömmel, szájjal, mindennel. Gyorsan leszették a szlovének. Ó, a fiú lement alulra, és ott segít a leányzónak. Nem tudom, hogy ez mennyiben szabályos. Na, majd kiderül. A szabályban erről nincs szó, hogy nem lehet. Elválik, majd Döni dönt. Szüretelni nem egyszerű munka, ezt tudtuk. Ez most megerősödött. Nem tudom, milyenek a holland borok. Ez a kislány biztos, hogy nem lett nagy rajongója. Liter, amit tetszek látni, a mennyiség. Hát a hollandok 25,6 literrel az élen. És a szlovének a másodikok pillanatnyilag, ugye az első négy csapat után. De most jön a második forduló az olaszokkal, a mieinkkel, a portugálokkal és a franciákkal. Tehát, mint ahogy mondottam, négy borban igen erős nemzet következik. Remélhetőleg Ferenc Andrea és Revicki Tamás sikerrel oldják meg ezt a feladatot. Andrea egyébként már győztesen vezetett úthengert, amiben segített neki Revicki Tamás. Tamás volt földgömbadugató bohóc is, ott is jól játszottunk. Hát ők sárgával, Tamás rögtön egy Batmanként fölrepül a hálóra, és aztán mászik az emeletre. Andrea pedig alul már szüretel is. Fehérben az olaszok, zöldben a portugálok, kékben pedig a franciák láthatók. Érdekes figyelni, hogy ki milyen taktikát választ. Egyébként nincs mindegyik lufiban víz, és hogyha valaki sikerrel állapítja meg, hogy melyikben van, vagy melyikben nincs, és nem tépi le azt, amiben nincs, akkor a valesetleg időt takaríthat meg. Én látom, hogy Tamás nem nagyon pepecsel ezzel a kérdéssel. Szedi le, hihetetlen gyorsasággal szögdel. De ő az, aki magas és távolugró, tehát nagyon jó rugói vannak, ezt a játékot neki találták ki. Alig-alig van már lufia, a portugáloknak például még nagyon sok van, a portugál fiú nagyon lassan csinálja, a francia is, ugye egyesével, Tamás pedig folyamatosan szögdel, elképesztő jó a kondíciója, és alig van már lufia. A francia kis hölgy pedig harapást választ, csak hogy mint a portugál. Tamás lassan az összeset leszedi,
Azt csinálja egyébként, hogy nem törődik vele, hogy kilukad-e a lufi, hanem letépi őket, odavágja a földhöz, a rácshoz, amelyik kilukad, az jó, és aztán majd ráér a többivel vacakolni. Nagyon-nagyon jól csinálják, remélhetőleg ez az eredményben is meglátszik majd. Andra alul természetesen már csupa víz, ez viszont nem biztos, hogy a leggyorsabb módszer. Hát vannak ülőmunkák, vannak állómunkák, nem vagyok benne biztos, hogy ez ülőmunka. Minden esetre a fiú, a francia fiú már lejött segíteni, az olasz csapat hölgy tagja, ez pedig Döni sípja. Na most csorog a nedű a hordóba. Portugálok örülnek, és azt hiszem, hogy a mieinknek is van okuk az örvendésre, de hát várjuk meg a végeredményt. A portugál csapat kis harapós szürete, és időközben a bírák elvégezték a maguk dolgát. Az olaszok 26,4, mi 29,5, a portugáloknak még ennél is több, 31 liter, de se baj, ebben a játékban is ott vagyunk az első háromban, nevezetesen a második helyen 29,5 literrel nagyon-nagyon jól játszottak Levicki Tamás és Ferenc Andrea, 7 pontot kapunk, ebben a játékban senki sem jokerezett, és a szlovének bizony megint sok pontot veszítettek, tehát az egyik legnagyobb ellenfél, most már több fordulón keresztül sok-sok pontot hullajtott el. A miénk vezetnek 43 ponttal, a portugáloknak 38, csak mint a szlovéneknek 37, a svájciaknak 29, az olaszoknak 22, a hollandoknak 21, a görögöknek 20, a franciáknak, és kérem úgy vezetünk 5 ponttal, 5-tel, hogy még nem jokereztek a mieink, a gyöngyösiek. Hát ez nagyon-nagyon jó eredmény. Egy kis pihenés következik. Elutazunk Castel Goffredo-ba. Maria Teresa oda hív meg minket most. Castel Goffredo Veronához közel, a Gardatótól mindössze néhány kilométernyire fekszik. Noha eredete a római időkig nyúlik vissza, hivatalos iratban először 1107-ben említik Castrum Vifredi néven. A 16. század második felében a város fénykorát élte a Gonzaga márkik uralma alatt. A hely jelentős kulturális eseménye a Giuseppe Acerbiről elnevezett irodalmi találkozó, amely a népek közötti kapcsolatteremtés szolgálja, ezáltal adózva a nagy diplomata és utazó emlékének. Az első világháború után Castel Goffredo óriási változáson ment keresztül, amikor a földműves gazdálkodást felváltotta a kézművesség, majd később az ipari termelés. Ismét egy új kolléga, Jack a holland televíziótól. Izgalmas és különleges játék következik, mondja, egy igazi szelleműzés, itt egy szelleműző, egy holland szelleműző. Két játékos, 6 szellem ellen. Ez a feladat, nem beszélhetünk túlerőről, hiszen az eszközök, mint látható, megvannak, alaposan felszerelkezve a szelleműzők, és mindjárt indul a szelleműzés. Az első fordulóban ott vannak a mieink is, mint látod, pont a mi táblánkhoz állt ilyen is Jack. Sinko Beáta, aki volt már bohóc a földgömbös játékban, illetve Ali Csaba, aki szintén játszott ebben a játékban, és az úthengeresben is. A portugálok, a hollandok és a görögök vannak még mellettünk az első fordulóban. Szóval meg kell lökni ezt a szelleműzőt, és a szellemek a nagyfehér lutipát nem gyülekeznek, de a játékosok ezt nem látják. Tehát először be kell lengetni az egyik szelleműzőt, és aztán egy madzag meghúzásával indulhat a szellem, és rögtön az elsőt sikerült a mieinknek kipukkasztani. Tehát ők nem látják, ezt most nagyon elfújta a szél, nem látják a szelleműzők, hogy mikor indul el a szellem, vagy mikor érkezik a szellem. A madzag indításával lehet indítani a szellemet, de jól el kell kapni a ritmust, mint ahogy most is. Mint ahogy most is. Ez sajnos elment. Meg kell egy kicsit megint lengetni a hintát. Ez nem sikerült a hollandoknak. És sikerült nekünk. Milyenknek, ha jól látom, bár a szél egy kicsit összekuszálja a szellemeket. Egyik 2 van fönt a 6-ból, és ha jól számoltam, a 3-at sikerült kipukkasztani. Zöldben a portugálok, narancssárgában a hollandok, kékben a görögök.
és a citromsárga szemű szellemek a mieink, de azt hiszem, hogy elfogyott már, hiszen megáll. Csaba nem lengeti tovább Beátát. Azt, ha jól látom, és ha nem nagyon keverednek össze szellemek, akkor a mieinknek hármat sikerült kidurrantani, csak úgy, mint a hollandoknak és a görögöknek, itt is az időkülönbség dönt. A portugáloknak viszont nem tudom, hogy sikerült egyet is elkapni, 2, 4, 6, azt hiszem, hogy nem. Nem mondhatni, hogy egyszerű feladat volt az ellenírtás, és erről főleg a portugálok tudnának a regényeket mesélni. A mieinek szerencsére sokkal jobban ment, mint szegény portugál kislánynak. Remélem, nem fog rosszat álmodni ennyi szellemmel. 3-3, a görögöknek 1. Tehát ott volt valami Renault, és ami a lényeg, hogy 10 másodperccel gyorsabban oldották meg a mieink ezt a feladatot, mint a hollandok. Tehát ezt a három csapatot már biztos, hogy megelőzzük. Ezt elemzi éppen Jack is. Tehát van még 4 csapat, a szlovének, a franciák, az olaszok, illetőleg a svájciak. A portugálok, akik nagyon versenyben voltak mostanában velünk, tehát nem szerepeltek jól. Döni! Lilában a szlovének, világos kékben a franciák, fehérben az olaszok, pirosban pedig a svájciak. Mi látjuk a szellemeket, és a svájciaknak és az olaszoknak már is elment 1-1. Mi elment a szlovéneknek is egy szellem, a franciák még nem eresztettek egyet, azért különben pukkannak is a szellemek. Az tarkítja egy kicsit a játékot, és erősíti a szellemek esélyeit, hogy elég furcsa kavargó szél fúj a játéktéren, és hát bizony nem mindig ott röppenek elő a szellemek, ahol, a számít, ahol számítanak rá a játék. És például most is jól látható volt, hogy a szél elfújta a szlovén kislány elől a szellemet. Hozzáteszem, hogy azért ez nem olyan nagy baj nekünk. Ott is szabadulnak el a szellemek. Ezért nem kis ritmusérzék kell hozzá, nem kevés ritmusérzék kell hozzá, hogy ezt igazán jól megcsinálják ezt a feladatot. Mindenesetre nagyon-nagyon sok szellem van fönt a kastély tetején. Íme itt látható sokkal több, mint az előző fordulóban. Ami hát azt jelenti talán, hogy bizonyban a játékban is jól szereplünk. A szlovének befejezték, ott van még 2 a franciáknak, csak hát nagyon rosszkor engedték ki a szellemet. Az olaszok, svájciak befejezték. Még a francia kislány meg kéne lendíteni egyszer. Ott az az utolsó szellem. Még egy lendítés. Ez elég kicsinnek tűnik. Lassan az idő is letelik, ami 2 perc szellemírtásra. Na nézzük a franciák utolsó kísérletét. És a szellem kipukkat. Hát ha jól látom, a szlovéneknek 4 fönt van, talán a franciáknak is annyi. Esetleg a svájciak versenyben lehetnek velünk. Könnyen lehet, hogy igazából a szellemek nyerték ezt a fordulót a legtöbb csapatnál. Mert vigyorognak fönt a tetőtérben. Na lássuk csak, hát... Igen. 3 a svájciaknak, de megnyertük ezt a játékot, mert a svájciak is lassabban csinálták meg a maguk 3 szellemírtását, hogy úgy mondjam. Így aztán megnyertük ezt a játékot, ebben a mai első adásban ez a 3. alkalom, hogy a magyar csapat játékot nyer, és eddig mindig az első 3-ban voltunk. Ez azért túlságosan szerencsejáték volt, az főleg a szél miatt, hogy bárki is jokerezzen, de nem baj. Újabb 8 pontot szereztünk, 51 pontja van Gyöngyösnek, 8 ponttal előzzük meg Vede Edzsót, a svájciakat, a szlovéneket pedig 10 ponttal, és nem győzöm hangsúlyozni, még mindig nem jokerezett a magyar csapat, de most már majd lassan muszáj lesz. Jack pedig először a játék határok nélkül történetében Hollandiába invitál minket egy kis városnézésre. Hollandia közepén, a csodálatos De Vecht folyó partján fekszik Marsen városa, mely 17. századi váráról és a körülötte elterülő hatalmas mocsárvidékről ismert. A tőzegbányászat folyamán keletkezett tavak és környékük, amelyek valaha olcsó tüzelőanyag forrásként szolgáltak, jelenleg természetvédelmi területet alkotnak különleges élővilággal. A történelmi városközpont élesen elhatárolható a modern bevásárlóközpontokkal övezett kereskedelmi és lakónegyedtől.
Márszem városát a régi és a mai építészet keveredése, a szabadidős lehetőségek és a kiváló földrajzi elhelyezkedés teszi vonzóvá. Gyerek régi artista család gyermekei, akiknek édesapjuk korai halála után az ötvös cirkusz adott lehetőséget, hogy sokoldalú képességeiket kifejlesztessék. Drótkötél, zsonglőr, kerékpár számokat. A most következő gumiasztal produkció új premier az ötvös cirkusz során. Ő Anna, a portugál műsorvezető hölgy, őt is most láthatják először a játékhatárok nélkülben. Hát egy igazán nagyon vizes játékról beszél. Vízimalmok ezek tulajdonképpen, kicsit sajátságos játékhatárok nélkülféle vízimalon. A lapátok helyett azonban két versenyző van fölkötözve erre a nagy kerékre, akik a vödrükkel merik majd a vizet, egy harmadik játékos a lavorjában, és nem elég csak merni a vizet, locsolni kell a virágot is, és akinek a virágja a legmagasabbra nő 2 perc alatt, az nyeri ezt a játékot. Az első fordulóban játszanak a mieink is, a svájciakkal, a portugálokkal és a szlovénekkel egyetemben. A kérdés csak az, hogy ebben a játékban vállal-e valaki Jokert, és oda pillantunk, akkor azt látjuk, hogy a franciák, és a mieink, Tőkés László csapatkapitány, a többiek nyakában, és ott a magyar bohóc. Szóval most különösen szoríthatunk a mieinkért, hiszen ebben a játékban a megszerzett pontjainkat megduplázzuk, akár már-már meg is nyerhetjük ezt a mai fordulót, igaz, még lesz hátra 2 játék, és az utolsóban dupla pontokért megy majd a játék, de ha itt most jól szerepelünk, akkor nagyon nagy előre tehet szert a magyar csapat. A keréken Kecskés Barbara és Pál Szabolcs, a parton pedig Veres András és Székely Andrea, és ennek a játéknak igazából az a titka, azt hiszem, hogy nem szabad túl gyorsan csinálni és túlságosan kapkodni, mert minél több víz kerül a partner játékosra, mint ahogy látjuk a portugáloknál is, annál kevesebb kerül a virágba. Ezt a szlovének itt most nagyon ügyesen bemutatták, de milyen kis megfontoltan, okosan, türelmesen csinálják, nem kapkodnak, és nem is szabad elizgulni ezt a játékot, főleg így jokerestül nem. A virágok szárán egy kis mérce van, ugye a bírók meg tudják centi pontosággal állapítani, hogy kinek mennyit nőtt a saját virágát. A miénk elég magasan áll, a mi sárga virágunk. És szépen türelmesen hajtják a malom, a vízimalmot, merik a medencéből a vizet, és mindenre 2 perc van. Megálltak a svájciak,
magyar kerék. Nagyon kevés víz megy mellé, szerencsére Andrea egyáltalán nem vízes, emlékezzünk. Ő az, aki a holdat elsőként foglalta el. Nyilván azért a többi virág is, de amennyire szemmel meg lehet állapítani, a miénk elég magasabb van. A portugálok elég sokat mellélocsolnak, még a kislány szájába is jutott, úgy látom. Svájciak virága. Kicsit becsapós is egyébként a látvány, mert a virágok szirmai összeviszállnak a szélben. Lassan letelik a 2 perc. A medencében azért még van elég víz. És aztán jöhet a méricskélés. Szemre jól állunk, az egész biztos. Nem akarom elkiabálni, talán még vezetünk is. Pont még egy utolsó lavarvizet sikerült bezúdítani a nagy vázába. Reméljük a legjobbakat. A vízimalom játék. Hát igen, itt azért mellé is jutott víz jócskán. Erre kellett nagyon ügyelni ebben a játékban, hogy ilyen minél kevesebb legyen. 14,5 liter a portugálok. Ó, 20,5 a mieink. A szlovéneknek 14,5 liter, a portugáloknak 12,8, 10 liter, a svájciaknak kereken 15 liter, a mieinknek pedig 20,5 liter. Hát ennyi víztől nem csoda, hogy nagyra nőtt a virágunk. A második fordulóban a hollandok, az olaszok és a görögök mellett azok a franciák, akik szintén jokereztek ebben a számban, de tőlük nem nagyon kell félni, hogy az utolsó helyen állnak pillanatnyilag. A hollandok narancssárgában, ugye az olaszok fehérben, a franciák kékben, világos kékben, a görögök pedig sötét kékben a túlsó végen. Hát ez a víz nagyon mellé ömlött. Az olaszok fehérben, egy kicsit korán jött ez a víz. Igen, ennek a játéknak tulajdonképpen az a titka, hogy csak kapkodni nem szabad, mert visszafolyik a víz a medencében, és hát nem vízililiumokat kell növeszteni. A 20,5 liter az elég soknak tűnik. A francia csapat. Ugyan, ők is hajlamosak arra, hogy jó sokat mellé öntsenek a jokerükkel együtt. Kettő perc a vízimalom játék. A holland űrhajós kislány, most már virágöntöző. Egyébként idén újdonság, hogy megválasztják a legeredményesebb játékost. Tehát nem megválasztják, hanem a számítógép pillanatokat kiadja, hogy ki a saját csapatában hány pontot szerzett azokban a játékokban, amelyikben részt vett, és ez alapján megállapítható a játék végén, a 10 játék után, hogy ki gyűjtötte a legtöbb pontot. Külön díjban részesül az illető. Lassan letelik a 2 perc, szépen járnak a vízimalmok, nőnek a virágok. A hollandok virága talán a legkisebb, és nem a franciáké a legnagyobb, akik jokereztek. Az olaszok elég jól locsoltak még. Ha a franciák vesztenek, mert legalábbis nem nyernek sokat a jokerükkel, akkor azért, mert nagyon sok vizet mellé pocsoltak, mint ahogy a lassítás is mutatta. Na nézzük, tehát 20,5 liter nekünk. Megnyertük. Messze megnyertük. Méterekkel magasabbra nőtt a világ, még picit persze túlzok természetesen. Az olaszok végeztek a második helyen, és kérem, ez azt jelenti, hogy a jokerünket a lehető legjobban használtuk föl. 16 pontot kaptunk, az olaszok 7-et, a svájciak 6-ot, a szlovének 5-öt, a portugálok 4-et, a görögök 3-at, a szegény franciák meg a 2 pontjukat úgy megduplázták, mint a pinty, és lett belőle 4, a hollandok pedig 1 pontot kapnak, és ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok ponttal vezet. Gyöngyös 67, 49, és már csak 2 játék van hátra.
Hát matematikailag még igen, máshogy már nagyon nehéz lesz elveszteni. Sőt, már matematikailag se, ha jól számolok, mert ez azt mondja 18 pont, és a két játék alatt, de hát még matematikailag még megelőzhető Gyöngyös. Hát gyakorlatilag remélem, hogy nem. Anna pedig Portugáliába invitál bennünket. Hegyek, völgyek és termékeny fennsíkok találkoznak ezen a területen, melynek Aveiro a fővárosa. Az Aveirót átszelő folyótorkolat különleges összeköttetést teremt a víz és a város között. A csónakok élénk színekkel tarkítják a városképét. A folyóparton fehérre meszelt, mázas, csempés kis házak állnak és tükröződnek vissza a vízben. Aveiro büszke gazdag történelmére, ugyanakkor egy gyorsan fejlődő város, amely a jövőbe tekint, és ahol a hagyományos folyóparti élet jól megfér a modern város életformával. Éva Anna, szlovén műsorvezető hölgy, talán emlékeznek rá, 3 évvel ezelőtt ő már részt vett ebben a játéksorozatban, aztán a szlovének kiszálltak, most itt vannak ismét második éve, és azt a játékot konferálja fel, ami nem tudom, hogy fog összejönni, mert rettenetes szél van a helyszínen, és egyszerűen szétfújja a játékszereket, nagy pohárhegyek. Dani mutatja a háttérbe, gyorsan indítsd el Éva a játékot, hadd játszunk, mielőtt a szél elfújja a műanyag poharakat, amit kis homokzsákokkal kell a játékosoknak ledönteni. Egy fordulós a játék, és 4 tornyot kell ledönteni. Alulról a második sor piros poharakból áll, addig kell ledönteni a tornyot. A mieinknél Ferenc Andrea, Sinkó Beáta, Ali Csaba és Revicki Tamás dobálják a tornyokat, és kész is vagyunk. Hát ez hihetetlen. Nem tudom, Gyöngyös nem tud hibázni, hála a jó istenek. Dőlnek a tornyok, a többieknél is a svájci, aki áll még, és a görögöké, a szlovének is nagyon gyorsak voltak. De most azért majd a bírók megnézik, mert a piros poharas színnek kell elmozdulni. Én azt hiszem, hogy szinte mindenhol elmozdult a piros poharas szín. És a miénknél is nagyon gyorsan, nem biztonsági dobás a végére még nem ár. A svájciaknak áll még a legtávolabbi tornya. De lassan elfogynak a homokzsákocskák is. Íme itt látható a svájci, képtelen eldobni olyan messzire. És elfogyott a homokzsák. Ők az egyetlenek, akik ezt a feladatot nem tudták, hogy Isten igazából megoldani. Még a szél sem segített rajtuk. Még egy homokzsákot találtak valahonnan, na ez valamelyen segített, de hát a piros sorig még mindig nem jutottak el, mint látható a képen. Ez tehát nem befejezem a verseny a részükről. Úgy tűnik, hogy a gyöngyösiek ma egyszer képtelenek hibázni. Bármit csinálnak, abból nagyon-nagyon sok pont lesz. Dőlnek a pohártornyok, röpülnek a homokzsákok. Na lássuk a pontos eredményt. A svájciak voltak az egyetlen, akik nem tudták befejezni, még 19 másodperc alatt. És nézzük a többiek idejét, a portugáloktól is elvettek, a görögöktől is. A szlovénak holt versenyben, kérem szépen, a szlovéneket 19 másodperccel, ami azt jelenti, hogy ők is 8 pontot kapnak, és mi is 8 pontot kapunk. Tehát holt versenyben az első helyen, Gyöngyös ebben a játékban. 8 pont nekünk, 8 pont nekik, 6 pont a harmadik hollandoknak, 5 az olaszoknak, 4 a franciáknak, 3 a portugáloknak, 2 a svájciaknak, és csak 1 a portugáloknak. Az utolsó játék előtt, ahol dupla pontokért megy majd ugyebár a küzdelem, az összesítésben a következő az állás. Gyöngyösnek 75 pontja van, Láskónak 54, 21 pont az előny, és ugye nem akarom lelőni a poént, aki számolni tud, az azt is látja, hogy Gyöngyös bizony utcahosszal nyeri ezt a mai idei első adást. A kérdés csak az, hogy hány ponttal, és ez bizony nem mindegy. Az utolsó kirándulás pedig Laskóban lesz. Laskó Szlovénia közepén fekszik a Savinja folyópartján. Eredete az ókorban nyúlik vissza. A festői táj melegvízű forrásairól híres, amelyek nagy számban vonzzák a turistákat. A város Szlovénia egyik legrégebbi egyházközsége, amely gondosan őrzi hagyományait és szokásait. Ugyanakkor nyitott az új kulturális áramlatokra, és úgy fejlődik, hogy a környezetvédelmi szempontokat is szem előtt tartja.
Igazi turista csemege a minden júliusban megrendezett Sör és Virág Fesztivál. Ilyenkor a város 3600 lakója több százezer látogatót fogad, akik szórakozásra és persze jó sörre vágynak. A tizedik utolsó játék következik, amikor is a kalózhajó minden csapat egy-egy hölgy tagja sínylődik fogságban, szörnyű kínok között árbóchoz kötözve. Az ágyuk sortűze után csapatonként két-két férfi indul a tengeren és a hajók oldalán elhelyezett akadályokon át, hogy kimenekítsék hölgytársukat. Figyelem, az ebben a játékban elért pontok duplán számítanak. Ne is hagyjuk tovább szenvedni a hölgyeket, Döni! Szegény Székely Andreát, aki elsőként jutott a Holdra és a vízibalom játékban is jeleskedett, elrabolták bizony, de Pál Szabolcs és Veres András, akik egyik voltak békák, Rómeók és vízibalom hajtók, igyekeznek őt kiszabadítani. Ez a feladat, két kiszabadító ember rohan, és amikor az első fölér a hajóra elsőképpen a magyar fiatalember, akkor indulhat a második. Hozzáteszem, hogy Szabolcs is és András is úszók, Székely Andrea is úszó, úgyhogy ez nagyon jó számos, csak kiszabadításban kell profinak lenni. És elsőként fog a két fiunk fölérni, hogyha sikerül fölmászni, de sikerül fölmászni. Szabolcs is fönt van, András is fönt van, de most ki kell szabadítani Andreát. Oda van bilincselve szegény. És hogyha ez megvan, akkor le a hajóról. És elképesztő, hogy a gyöngyösiek ennyire jól játszanak. Én nem emlékszem, most már ötödik éve van Magyarország ebben a játéksorozatban, hogy ekkora győzelmet ünnepelhettünk volna. Úszás kifelé, és ezt is megnyerjük dupla pontokért. Kint vannak 1, 2, 3, hát ez hihetetlen, elképesztő, fantasztikus a jó csapat a gyöngyösi. Nézzük azért a többieket is, mert még küzd néhány szegény erre volt királylány. A görögök, a hollandok a végén. A görögök már mindenhol jönnek, ott is, ahol nem szabad egyébként, de azt hiszem, hogy nem nagyon fogják érte megbüntetni őket. Még egy gombot is meg kell nyomni, és a vízben még a holland és a görög csapat. És óriási magyar diadallal fejeződik be az idei játéksorozat első adása. Az idők, mindenki teljesítette a távot, a miénk 1 perc, 6 másodperc alatt, hát az nem sok. A svájciak, a portugálok 1 másodpercen belül jöttek, és azt a görögök érkeztek az utolsónak 1 perc 42 másodperccel. És mivel ugye dupla pontok járnak, a magyarok, gyöngyösiek 16 pontot kapnak, a svájciak 14-et, a portugálok 12-t, a szlovének 10-et, az olaszok 8-at, a franciák 6-ot, a hollandok 4-et. És a görögök 2-t. Most pedig nézzük az első forduló végeredményét. Visszafelé. 8. helyezés Görögországé. A 7. helyen a franciák vannak, a 6. a hollandok, 5. helyezést értek el az olaszok, és a 4. helyen a portugálok. A legsikeresebb játékos díját is magyar játékos kapta, a 6-os sorszámú Székely Andrea. A díjat Horváth Lóránt, a Magyar Televízió RT alelnöke adja át. Most pedig nézzük az első 3 helyezettet. A díjat Demszky Gábor Budapest főpolgármestere adja át. A 3. helyen Szlovénia áll. A 2. Svájc. És az 1. Magyarország.
Max Szabó. Óbuda, Bécsi út 254. Az isteni megoldás. Max Szabó nyár. Hűsítő Opel ajánlatokkal. Augusztus végéig. Astra Ice és minden Vectra ajándéklímával. Számos Astra modell 100 000 forinttal olcsóbban. Astra Light 1.814.800 forinttól. Opel Max Szabó. Óbuda, Bécsi út 254. Telefon 250 73 73. A nyár akkor is Max Szabó.